Derdidas, nem az a lényeg. Az a fontos, hogy minél előbb szólaljatok meg németül. Tizenegy éves koromban volt először, hogy a szüleim bejelentették, hogy elmegyünk Németországba egy év múlva, és hogy jó lenne tudni egy kicsit németül. Az első időben rögtön németül az iskolában, és ezért 11 évesen úgy döntöttünk, hogy akkor egy évre még menjek el egy német nyelvtanulásra, és ez adódott abból, hogy egy zongora tanárnőnk az iskolában németül tanított, és megkérdeztük, hogy esetleg ilyen magánórát adna-e. Eleinte nem voltam annyira lelkes, mert be kellett jönni a városba egy órát utazgatni, de aztán rájöttem, és talán ez volt a legnagyobb motiváció egy 11 évesen, hogy egy cukrászdába ültünk be utána minden héten a nagymamámmal, aki behozott a városba és elkísért, és azóta attól az időponttól kezdve lelkesen és minden nap alig vártam, hogy menjünk a Mária nénihez németet tanulni. 12 éves voltam, amikor kimentünk Bonnba, a szüleim munkavállalása véget, és tulajdonképpen akkor engem bedobtak a hideg vízbe, mert rájöttem, hogy én nem értem azt, amit mondanak a többiek, ők sem értenek meg engem, tehát nagyon-nagyon motivált az, hogy minél hamarabb megtanuljam a német nyelvet, legalább olyan szinten, hogy tudjunk egy kicsit kommunikálni. Hogyha itthon már tanultam volna németül előtte, és rendszeresen nyelvtanfolyamra jártam volna, biztos, hogy könnyebb dolgom lett volna eleinte, mert legalább többet értettem volna, de ez nem volt így, mert szinte semmit nem értettem, sőt, volt egy olyan eset, hogy állandóan az iskolában a tanárok kiabáltak, hogy Ruhe, Ruhe, az ami azt jelenti magyarul, hogy nyugalom, nyugi, csöndbe legyetek gyerekek, és én hazamentem, és mondtam, hogy én nem értem, hogy miért kiabálják állandóan azt, hogy idő, meg óra, ua. Tehát a Ruhe meg az ua nekem valahogy ugyanúgy hangzott, és nem értettem, és ez is egy olyan helyzet volt, amikor gondoltam, hogy na, ezt minél előbb meg kell tanulni, hogy nem csak az írásban németül, az olvasásban kell jobbnak lennem és jobban érteni, hanem azt is, hogy ejtik ki a németet, hogy kommunikálnak. Nagyon fontos az, hogy tudjak németül, hiszen Berlinben dolgozom, a kapcsolattartó irodában, a parlament, az Európai Parlament kapcsolattartó irodájában, és ott szinte csak németül kell tudni. Hiába az EU munkatársa vagyok, és mondjuk Brüsszelben, Strasbourgban más nyelvek lennének fontosak, de Berlinben nem tudnék így dolgozni, mert ott fontos és kötelező az, hogy a német nyelven tudjak kommunikálni. Főnyelv és a közös nyelv az a német. A családomban is, a barátaimmal is Németországban, és ez tényleg úgy van, hogy akárhol vagyok, vagy voltam külföldön, akár turistaként, akár szakmai ügyben mindig is hamarabb megtaláltam német nyelvű embereket, és így összefordultunk, vagy összetudtunk barátkozni, segítettek abban, hogy tovább jussak, és ehhez nagyon fontos volt egy ilyen kis német közösség valahol máshol külföldön, vagy akár Berlinben, meg Németországban. Nagyon sokan megkérdezték tőlem a magyar barátaim körében, hogy nem túl rideg mereven nekem a német mentalitás, az emberek, olyan szervezettek, struktúráltak, és hogy ez azért egy magyar temperamentummal, magyar szellemmel nagyon nehéz lehet a mindennapokban, de ha az ember tovább ott van, és az anyanyelven beszél a németekkel, akkor rájön, hogy sokkal lazábbak, és sokkal jobb fejek, mint ahogy gondolnák a magyarok, mert ugyanúgy el tudunk menni szórakozni együtt, és nagyon sokat tudtam úgy átélni, olyan élményeim voltak németekkel, ahol más nem is gondolná magyar szemszögből, vagy én se gondoltam volna, hogy ez lehetséges. A német nyelven nyersz lehetőségeket, kultúrát, tudást. Vágj bele! Gewinn mit Deutsch! Gute Chancen, Kultur, Wissen! Los geht's!